napot kívánok, tiszteltel köszöntöm Önöket. Tulajdonképpen kicsit formális az a könyvbemutató, hiszen a két megjelent könyvünkről, a bibliográfiáról, illetve a kvantummechanika és az életértelme című hang és munkáról már hallhattunk több erőadásban. Ahogy elhangzott már ma, kéziratban maradt ránk, és két nyelven jelentettük meg. Az angol nyelvű változat, illetve a jegyzetapparátusnak az elkészítése az a Polányi Központnak a munkája Johnny Jansen vezetésével. A hang- és bibliográfiára nyilvánvalóan egy épülő hang- és archívumnak alapvetően szüksége van. Ezt a munkát végezte Simonné Hitler Rita, és akkor tisztelettel kérem, hogy egy pár mondatot mondjon a munkájáról. Köszönöm a lehetőséget. Simonné Hitler Rita vagyok, jelenleg az ELTE Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, és örülök, hogy itt lehetek és találkozhatom Önökkel. Néhány gondolattal akkor szeretném a kötetet figyelmükbe ajánlani. Azt engedjék meg, hogy az elejére egy rövid személyes megjegyzést tegyek. Azt gondoltam, hogy ha ennyi idősen egyetemi kiegészítő szakra adom a fejem, akkor szakdolgozatként valami olyasmit igyekszem elkészíteni, aminek véleményem szerint értéke van. Így adódott a lehetőség, hogy egy hang- és bibliográfiát állítsak össze, amit megragadtam, és most itt a kezemben, illetve hogyha belenéznek, akkor Önök is látni fogják az eredményt. A bibliográfia összeállításáról néhány gondolatot szeretnék mondani. Alapvetően két fő részre tagolódik, tehát az első rész az az ő művei, azon belül is először az önálló kötetek, aztán pedig a szerkesztésében, közreműködésével megjelentek, és mindegyik alá igyekeztem beszerkeszteni egy perezett sorszámmal arról a szóló ismertetéseket és megjelenéseket. A második része a bibliográfiának pedig végül is a vele készült interjúk, a nekrológok, esszék, tanulmányok, amik a munkásságáról készültek, nagyjából így épül fel, és a legvégén azt gondolom, hogyha valaki, miután ez 2015-ben lezárult, hogyha valaki komolyan akar ezzel tovább foglalkozni, akkor azok a felhasznált irodalmak, amik között elsősorban a különösen miután jellemzően idegen nyelvet beszélő emberekről van itt most szó, azokat az angol nyelvű adatbázisokat ajánlom, amikben esetleg azóta is találhatók, frissebben megjelent hangkissal kapcsolatos írások. És akkor a legvégén, és kiemelve ennek a fontosságát, szeretném megköszönni dr. Murányi Péternek, a Könyvtár és Információtudományi Tanszék vezetőjének, aki jelenleg is közöttünk van, egyrészt az ötlet, másrészt pedig a megvalósítás során nyújtott segítséget, ami nélkül ez a munka nem jöhetett volna létre. Hát figyelmükbe ajánlom, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, és akkor harmadikként egy másik, illetve más jellegű kiadványunkat szeretném bemutatni. Ez 2015-ben keretkezett ez az In Memoriam Hang kis Eremér című kötetecske, kifejezetten azzal a céllal, hogy hát a féle kultusz alapítási céllal, így a kötet szerkesztését, illetve a szövegek válogatását is ez határozta meg. Hangkisnak számos saját szövege található a kis kiadványban. Ezeket a szövegeket az ISAS alapítvány szerveréről, illetve a Hangkis Eremér által használt számítógépekről gyűjtögettük össze, feltételezve és joggal feltételezve azt, hogy ezek itt keretkeztek, illetve van köztük olyan is, ami az itteni dolgokhoz szól hozzáállásnak, kraft törekvések. Aztán kiegészíti a kötetet a ma már sokat emlegetett utolsó fellépés szövegének a szerkesztett változata. Tehát tényleg azt szerettük volna, hogy egy olyan kötetet adhassunk a Hangkis Eremért ismerők kezébe, amely valóban megidézi és felidézi számukra a Hangkis Eremért. Reggel óta ketten jelezték nekem, hogy örülnek, hogy aránylag jó egészségben látnak, tudnék a meghívóban ennyi szerepel, hogy In Memoriam adta pedig a nevem. Tehát nyilvánvalóan a kötetnek az a címe, hogy In Memoriam a Hangkis Eremért. Köszönöm, hogy meghallgattak.